Jó estét kívánok, Badár Sándor, a Bóta Café vendége. Mindannyian ismerik, hát az ős stand közé tartozott. Én még ott a Godo kávéházban a Madástérnél térnél láttam, hallottam, szerintem élőben először. Ez egy nagyon pici hely volt azóta, úgy megnőtt a stand helye, és ilyen odályokban is föllépnek. Ugye jó néhány filmben is szerepel, de hát érdekesség, hogy valami tizen, nem tudom hány évig volt vasutas, sőt, ami nekem nagyon tetszik, még írtó is, úgyhogy, úgyhogy, az egészen elképesztő, és ő is, ezt már szégyellem Isten bizony mondani, hogy Szentesről. szentesről a fél előadó művészet került ki, és ott Horváth Misi bácsi, aki az iskola igazgató, mindenki imádta, te is, Miska bácsi nem lehet, nem szeretné. Bácskai Miska bácsi volt egyébként. Mi, Horváth, Horváth Ja, Horváth, Horváth Mihály, összekutyultam, Horváth Mihály a gimnázium neve. Igen, igen de igen. lehet, hogy Horváth Mihály is tanított bennünket, csak nem, csak hát nem igen, vettük igen, észre. Igen, 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 Mit lehetett rajta imádni, és mit adott neked ez a szentes? Miskovács egy, egy egy jelenség volt. Eleve ugye volt egy olyan réteg, aki a, az amatőr színjátszásban nőtte föl magát, vagy nőtte ki magát, Aha. mindegy, hogy hogy mondom, e, a, aminek, a, aminek a Miska bácsi egy nagyon komoly képviselője volt, mert a népi játékot ebbe az amatőr színjátszásban ő, ő hozta be a divatba. Aha. És e, volt is egy nagyon híres darab, amivel amivel úgynevezett tájolást hajtottak végre a, a szentes amatőr ö, színjátszók. Ez a Csongrádi lakodalmas volt, ez egy gyűjtemény, ami különböző esküvőknek a csúlyogatóit szedte össze, Aha. meg a szentes környék ilyen kicsi, kicsit, ma hogy mondanák, hogy ö, ilyen szexuális beállítottságú furfangos szövegekkel Igen, hát ezekben meglehetősen szabad szájúan Igen. beszéltek az ilyen jellegű. Igen. És ezt ugye a né a nép kedvelte, és azok, azok az illetők, akik történetesen nem kerülhettek bele, mert még nem volt ez az irodalmi drámai osztály, azok, a, azok az emberek, azok uh, például a, a, két bács, a két a két gáspár, akkor uh, Gáspár Sándor gáspár és, és, és Tibi, uh, akkor uh, Hankó Attila, uh, és sorolhatnám még uh, Holman Endre például. Ez, de eb hát Alföldi eb Robert, Hevesi Tamásig, ó, hát, a másik mindenki. De az mindegy utána volt, járja, ez, még, ez még az előzmény. Ez, de mennyire voltál -e ezekbe benne? Hát uh, az első irodalmi drámaosztálynak voltam a tagja. Tehát, és uh, és semmi Semmit nem játszhattunk, mert ne? Miska nem engedte meg. De miért? Tehát... Mi, mi, én színpados is voltam, tehát a színpadosokkal mehettünk különböző darabokat előadni. Mi általában e, akkor a Szőke Bandival kaptunk egy ilyen kicsit A Szőke András is ott, ugye? Igen, Igen. később együtt lettetek díszpolgárok. Igen. A, a, a visszamennék oda, hogy a Szőke Bandit mindenki úgy hívta, hogy Matyi, mert ugyanis egy, egy ilyen felvételézés alkalmával a Bandi egyedül eljátszotta a Ludas Matyit és minden <laughs> szereplő ő, ő, maga volt. És változtatta ő, a hangját, és ide oda ugrált, hogy most magával dumája. Igen, ő volt a Ludas Matyi, ő volt a Döbrögő, ő volt a, Lúd maga, ő volt az összes szereplő, akkor a, a űsödősebb volt, tehát minden, minden ő volt. Egy magába egyedül eljátszott, ez egy olyan hangjáték volt, amit lehetett nézni. Aha. És ez ö, felgeteges volt, na mindenki onnantól kezdve, mivel Szőke Bandit csak egy ilyen lajbőből lehetett látni télen-nyáron, ezért azért a a mindenki, nem is tudták, hogy szóval, hogy Andrásnak hívják, mert mindenki csak Matyi így, Matyi úgy, szia Matyi, szevasz Matyi. És akkor kaptunk egy ilyen szabad kezet, úgyhogy mi általában népünnepélyek alkalmával, amelyek ilyen kiemelt ünnepek voltak, amiben ugye a október 23 meg a március Aha. 15 nem fért bele, általában ezeken az ünnepélyeken úgynevezett abszurd mini játékokat játszhattunk, Többek között például korai Vámos Miklós darabokat Tényleg? Igen. E, nagyon izgalmas. De így ketten a szőkével már? Hát akkor ketten, is vagy, ketten vagy ötten attól függött, hogy éppen hogy, hogy, hogy sikerült kihozni a darabokat, de például a kisfiúk és nagyfiúk Vámos Miklóstól, eh, ahogy zakatoltunk, meg... meg Nem a, tudom, miről szólt bevallom a, a kisfiúk és nagyfiúk. Eh, hát az a kisfiúk és nagyfiúk, ezek ilyen mini novellák voltak, amiket, amiket a Vámas Miklós írt, és aztán utána ezt mi színpadra vittük. Aha. Nem értette a közönség, de nagyon-nagyon de nagyon-nagyon jól tapsoltak egyébként. akkor is kidomborodott már a humorotok? Kénytelen volt, mert ez egy, ez, egy nagyon kemény iskola. És ugye Miska bácsi vitte a prímet, tehát azt elképzelni, hogy egy iskola igazgató svájci sapkába, barna lóden kabádba sétált a folyosón úgy, Fütyörészet, és jöttek a szülők, akik ugye egy telje, egy, egy, egy botot abdig, amíg itt az iskola igazgató, jó napot kívánok! És nem szólt hozzájuk, hanem. És így végig, végig fütyülte, és tar Oltál. tartott egy osztályfőnöki órát, vagy egy ilyen még egy szülő értekezetet, fütyülve. e És elfütyült a szülőknek a problémája. Ezt most nem mondhatok, de, de és, az, és az és hogy ott, lehet? Hát, mert ilyen volt. És ugye azok a diákok, akik ezt tudták, hogy látták, azok, azok imádták, mert ezt nem lehet nem szeretni. E, hát de ez mutatta az iskolának a roppant szabad szellemét. Igen. Ami sajnos a mai napig nem feltétlenül van jelen a, az iskolákban, ugye? Hát nagyon nincs. <laughs> mert nem divot. Ugye általában az iskolákban fegyelmezni szokták az embereket, meg gondolják, hogy tanítják őket, de gondolom, vagy én úgy érzem, Kérdezem, hogy fegyelmezve nem biztos, hogy a szabad szellemben lehet tanítani, meg tanulni, mint hogyha át van emelve, mondjuk teszem föl egy kicsit egy ilyen visszafelé egy egyetem, ahol egy kicsit szabadabb szellembe lehet tanulni, és mondjuk kapnak szabad kezet a diákok, amitől, amitől ők esetleg tudnak szárnyalni, vagy érdeklődési körük szerint uh, tudnak uh, fejlődni. művészetére nem is akartál, mert testnevelési semvelési főiskolára jelentkeztél. Igen, mert nem, nem tartottam magam alkalmasnak a színművészetére. Mert... mert nagyon sokan voltunk, és nagyon sokan voltunk jók, és úgy gondoltam, hogy most a taposómolomban miért vegyek részt, hogyha esetleg majd a végeredmény nem úgy jön neki. É, ugye volt három rostra, hát én nekem már sikeresen elbuktam volna az első verseket kellett volna tanulni, És amit az nem soha nem tudtam. Állíttak tanulni ilyen szövegeket, tehát hogy mind a mai napig az igaz, hogy te oda nem döntöd előre, hogy mi lesz, mert úgy fölméred a közönséget, Igen. és azt mondja, hogy majd akkor eldöntöd, hogy merre megyünk. De hát csak van úgy, hogy meg van hirdetve egy adott műsorod, mondjuk, hogy 500 cucc, és akkor ahhoz kell egy rakat, kellékhátizsák, meg minden, minden kell. farka, de, 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 de. Nem tudja, nem ismeri. Azt Tehát oda a... kell vigyed, ha ezt hirdetted meg. Sőt, hát a, a, annak, van, annak van egy menete vagy lenne. De, de mi van akkor, hogyha pont nem abból sorrendben jött elő, hát nincsen baj. Tehát a Petőfi Sándor verset nem lehet másképp elmondani. Mert egyrészt ő írta, másrészt meg ragaszkodik hozzá. De, 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 azt a szöveget, amit én találok ki ott a színpadon, és szülöm meg a közönségemmel együtt, annak semmi köze nincs. Azt ott találod ki, Persze. Tényleg? Igen. Igen, mert hogyha úgy érzem, hogy nem vevők nekem valamelyik történetemre, mert van ilyen, akkor... Akkor edébe hagyod, és belecsapsz a francba, és kezdek egy másikat, mert miért gyötörném őket? Hát én sem szeretem, hogyha fölköltenek. Tehát... Mit csinálnak? Hogyha fölköltenek, azt szoktam mondani. Tehát hogy miért bántanám őket az álmokba? Ja. Nem szeretem, hogyha fölköltenek. Tehát, hogyha ha érzem azt, hogy nincsenek velem, akkor nem bántom őket azzal, hogy azért is elmondom a saját szövegemet, hogyha törik hazakod, mert, én írtam, vagy valami... Tehát ez nem egy olyan dramaturgiai Na de sztori. most lebuktál, mert akkor csak megírod előre. Én soha nem írtam Na. még egyébként. Hát hogy... amit leírtam, az könyvben van meg. Tehát ja. az, 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 ott van. De én, nem, én kimegyek a színpadra, azt ami eszembe üt. Tehát nekem nincsenek ilyen kötött szövegeim, a hát... kohézió van a sztori között. De az 500 cuccnál 100 ezer kelléked van. Azok elő kell kerüljenek a hátizágból. De azokhoz a, mindig más szöveget mondasz. Mindegyikhez tartozik itt történet. De hogy azt mi, milyen összetételbe fogom elmondani? Vagy milyen éppen mi pattan ki az agyamból? Vagy mi az, ami még eszembe jut, ami előtte eszembe se jutott? Mondjuk teszem fel ugyanarról a, ugyanarról a sztoriról. Tehát ugye, hát most mondok egy példát. Például sokszor van vagy volt úgy, mostanában az 500 at például pont nem, nem, játszottam, mert azt eladtam a televíziónak a jogot, de nem is érdekes. E, teszem föl, azon belül meséltem a bulgáriai kalandjainkról a, a szőkével. De nem meséltem el, vagy nem szokásom elmesélni azt, hogy volt abba, a, abba a történetben egy olyan, amikor az osztályjal együtt voltunk kint, és a lányok elmentek diszkóba, és utána a diszkóból két fickó kísért kettőt úgy, hogy nem tudtak róla. Tehát felhívták, ne, hogy be hát felhívták róla, magukra vagy? a figyelmet, aztán ők még nem tudtak róla, hogy már mindjárt meg lesznek ja. és akkor És akkor az egyik csajtra elkapta egy figura a sátorba, aztán elkezdődött a csetepoti, és persze nem akart, és akkor másik meg odaszaladt hozzám, hogy segítsek már, mondom én segítsek meg erőszakolni, mondom, nem is értem. Azt mondja, hogy nem, hanem hogy ne sikerüljön. Mondom, de miért én? Hát te tudsz karatézni. És mondta, hogy hát ó, fél éve karatéztem, nem tudtam még megütni senkit normálisan. Mondom, most pont én mentsem meg. És volt, volt egy ilyen széklából készített nuncsakó nálam, hogy miért vittem el magammal máig, nem tudom. Mert 500 felesleges cucc, Mert 500 az előadás. És akkor ezzel egy, kicsit rávettem a fickót, hogy nem akarjon erőszakoskodni, Na, amit neki... Jól hát berepett be a feje. Aztán után, annak volt utána egy rendőrségi vonzata, ugye a nuncsokut... Mármit, e, Hát persze, mert hát a nuncsokut elástam a tengerparton, nagy tömeg alakult ott ki, ment a hajcihő, a fickó vérzett, akkor előkerültek a rendőrök, semmilyen nyelven nem beszéltek, engem felismert, mondtam, nem is értem, mondom, mindenki ugyanígy néz ki. De mi ott bulgári felismert. Hát felismert, hogy én voltam, aki meg. Ja, azért, és mert akkor... nem azt ismerte fel, hogy badárság. Nem, nem, nem. Hát, ne. hát, hát, Bárcsak igen. az lett volna, akkor hát, hogy most Oszkár még ugye... De nem, akkor igen. csak az, hogy én voltam a merénylő. És akkor mondtam, hogy hát mindenki ugyanígy néz ki. Hát mondom, miért pont engem szórakoztat. Ez akkor mondom, azért, mert szemben vagyunk, most kiszúrt magának, és akkor a rendőrök ugye nem tudták ezt igazán eldönteni, átnézték a cuccaimat, nem volt közte semmi. Ugye hát persze, a Mátárgyi vitte a tenger, és akkor, és akkor így megmenekültem a, a, az atrocitás elő. Három nappal később lefotóztam az Aja templomot, sajnos előtte a szökőkutat is, ahol két titkos rendőr állt, engem elvittek a rendőrök már benne voltam a fekete listába, és a... a, a, a Miért addigra rájöttek, hogy mégis te? Hát nem, már megtörtént I már egy adatfelvétel, le az hogy a, lehet, hogy nem volt még internet, de mégis az egész Bulgária tudott rólam. És akkor, és akkor elvittek, elvittek ott Burgaszba, azt kérdezték, hogy hogy kerültem oda, jobban mondom, ez Várnába volt, és Burgaszból én autóstoppal mentem föl Várnába, és ugye nehéz volt nekik elmagyarázni, hogy ezt az utat én egy autóstoppal megtettem, kettő autóval, fölültem egy olyan buszra, amin egy öreg bácsi vezette a buszt, és ilyen marmunkannák voltak, ilyen 20 literes marmunkannák. Azt hittem, hogy pálinkát viszünk, mondom, biztos valami jó kis feketézés folyik, Ez kiderült, hogy hengerfejes volt az autó, és akkor 10 kilométerenként megállt, fölöntötte egy ilyen 20 literes kannába, és így <laughs> mentünk, és nagyon tetszettek, hogy én segítettem. Azt így jutottam el várnába, 10 perc volna már ültem a rendőrségen, azt a DIA, a dia felvételt egy zenit fényképezőként, és így húzták ki az összeset, hogy oda ment az Aja Szófia templom összes belső ikonja, meg amit el lehet képzelni, az minden, mert ugye ugyan ki volt írva, hogy nem szabad fotózni, de mondom nem, ha nem tudok bulgárul, akkor nem biztos, hogy Kell nekem azt érteni, hogy nem lehet lefotózni, hát ők döntöttek, úgyhogy nem lehet lefotózni. Ezeket nem szoktam elmesélni, mert így kiszakad az emberből, de hogyha van rá igény, mert van olyan közönség, akkor elmondja az ember, ez kész. Na és akkor mi lett? Hát semmi, hát Két napig ott beszélgettünk, az két nap múlva rájöttek, hogy nem vagyok veszélyes a rendszer, és akkor hazau engedtek. Soha semmilyen rendszerre nem voltál egyébként veszélyes, mert te azt mondtad, Mondod, hogy neked az a dolgot, hogy szórakoztas és hogy te nem politizálsz. Én, ilyen, én érdeklődő vagyok. Tehát engem nem az érdekel, hogy, hogy mi lesz, hanem hogy mi van az sokkal inkább érdekel, sokkal izgalmasabb nekem. Tehát én oda megyek bárhova a Földön, bármilyen helyszínre, legyen az egy, egy olyan, ami számunkra ismeretlen, meg idegen mondjuk, teszem föl Ázsiába bármelyik ország, vagy Afrikába bármelyik ország, egy arab világba bármelyik ország, akkor nem az a, nem az a dolgom, hogy most oda menjek megreformálni az ő rendszerüket, hanem oda megyek elfogadni az ő rendszerüket, Na, mert szeretem beasszimilálni magam. Jó, erre nem is gondoltam, hogy Ázsiában akarják reformálni valamit. De hát de Európában is előne. Ez van, I igen. Hát most, hogy az... Ausztriában olyan szabályok vannak, amiket mi nem tartunk. Véletlenül Magyarországra gondoltam. Hát ez nem fordult meg a fejedben. Tehát soha nem volt olyan, hogy elszállt. de ne került meg. E. Hogy, hogy elszáll az agyad, vagy vagy egy pillanatra legalább ellenzékinek számítottál, akármelyik rendszerben fölázat akármi, ilyen soha nem volt? Hát ugye mondhatnánk azt, hogy a régi rendszerben, hát a régi rendszerben a, a, a szabad szellem az ellenzékinek számított. A... szerintem ma is. Hát ez az. <laughs> tehát, tehát nincs ezzel ez nagy párfordulat. Vigyázz, pál, mert pál most már fordulat. politizáltál. Hoppa, de, hoppa. Igen, de hát ezt csak hozzátettem a poénkedvér. Tehát a, igazság szerint azért mondom, hogy engem sokkal jobban érdekel az, hogy mi van, mint az, hogy mi lesz, mert az, ami, ami lesz, azt majd eldöntik fölöttünk. Hát a a politizás nem azt jelenti, hogy mi lesz. A politizás azt jelenti, hogy a egy város, egy ország hát, életébe. Az nagyon is azt jelenti, hogy mi van. Hát a, a, igen, de hát van. Na, a, tehát a, ha, most, ha most kellene politizálni, akkor. Nem kell, ha persze, nem akarsz. A, nem, hanem akkor el, elvinnénk a humort igazából éve. A humor önmagában is egy politika. Csak van közöttünk például. Az előadók között olyan, aki beleviszi mélyen a politikáját, gondolja, hogy eh, akkor, akkor én már csak egy B-terv lennék mellette, neki futnék a saját magam politizálásának, Aha. de minek? Akkor, akkor, akkor mindenki azt mondaná, hogy ó, hát az ő árnyékába kezdte el, biztos az ő hatására, vagy nem tudom is, mert ha az siker, akkor siker a másik is. Nekem nagyon jó működik egyébként az, hogy nem politizálok, hanem viszem a magam történetét itt sokkal többet hoz, mármint hogy lelkileg, meg tölt, töltődésben, mint az, hogy most olyan dolgokról kezdjek el beszélgetni, amit magam sem értek. Tehát nem, nekem, Bilágos. az egy, nekem az egy zsákutca lenne, sose érdekel. A történelm se fogott igazából véve meg, de, és azt is tanulni kellett volna, tehát pont lehet, hogy ott követtem el a hibát, de, de Hát nem tanultunk egyetlen egy történelmi múltbeli eseményből, és akkor hogy gondolnánk, hogy majd tudjuk alakítani a jövőt? <laughs> Figyelj, de hát a vasutasságod az ugye a kimeríthetetlen bánya, akár mind a mai napig. Az igaz, hogy például mi voltál váltőr, vagy mi a fene voltál éppen, és hogy el elaludtál, el elaludtál, és semmiért fél órával később indult egy vonat. Hát az a mindennapok. Tehát a, ja, hogy ez a, minden nap előfordul? Hát nem mondom, hogy minden nap, de azért bőven belefért. Hát az, aki azt mondja a vasútnál, hogy soha nem aludt, az festi magát. Tehát ez nem igaz. Az Más kérdés, hogy az, hogy váltó őr, nem kell őrizni a váltót, le vannak zárva, tehát még elvinni se tudnák. De, de... Azért olvastunk már fémlopásokat a vasútnál, <laughs> meg amikor, hát az a... amikor azt mondták, hogy azért nem megy azon a vonalon a vonat, mert hát, hogy ellopikálták. Persze, hát, hát minden, ami mozdítható, azt el lehet vinni. Nem, a, a váltó kezelő voltam, ez egy, ez egy izgalmas nyitány, mert ott megismerkedik az ember a vasúttal. Ugye a, a zömébe a vonatok ezeken a váltókon keresztül mennek különböző vágányokon, aztán két állomás között van egy simpár, közte meg azon. De amikor megérkezik egy állomásba, akkor terelgetik a vonatnak az útját ezek-ezek a váltók így kezdi minden vasutas, hogy ott a, a, ezeknek a váltóknak a kezelésével megtanulja, meg gyakorolja magát a forgalmat, meg ugye ezekkel a váltókkal raknak össze úgy egy tehervonatot, hogy az megfelelő sorrendben legyen, hogyha megérkezik egy állomásra, akkor a két utolsó vagon, mondjuk, megmarad egy ilyen fékező vangonak, most nagyon-nagyon szakmázok, és a köztelévő összes vagon úgy van hogy amilyen sorrendben érkezik az állomásra, csak ki kell lökni a vagonokat, és a végén marad egy mozdony. És szépen elfogynak a vagonok, mert minden megérkezik a helyére. Na most, hogyha az átókezelő meg a csapat nincsen tisztában, hogy melyik vagon hova megy, mert ezek csak számok, nincsen ráírva az állomás maga, akkor úgy, úgy olyan káosz alakul ki, hogy a jó Isten sem tudja megmondani, hogy éppen melyik áru hova érkezett. Tehát ez érteni kell. Ezt ott az ember megtanulja, mert hála Istennek. De nem... akkor ezek szerint vannak ilyen esetek, amikor össze-vissza a vagonok. Hát... Persze, hát nem, nem úgy megy oda valaki, hogy közben már van neki egy Nobel-díja a tudásból. Tehát én, én nekem fogalmam sem volt, azt sem tudtam, hogy merre áll a karcol. Azért a... bocsánat, az még mindig igaz, amit a Moldova György, amikor írt a vasútról, ugye ő azt mondta, hogy ha minden szabályt betartanának, akkor egy vonat se Soha indulna nem el. Adott. Ez a hát most most mi... tudják. Igen? Persze. Hát a, úgy lett, látod, ha már politizálni akarsz, úgy lehet sztájkolni, hogy betart az ember minden szabályt, életben nem megy el sehova semmi. Soha. Hát úgy kezdődik, hogy az előző állomás, amikor jelzi, hogy szeretné, hogy eljöjjön a vonat, amikor ő engedélyt kér, akkor megkapja az engedélyt, és elrendelik a vágányútnak a beállítását. Ez normális esetben egy olyan 10-15 váltón keresztül megy. Ennek a beállítása körülbelül olyan 18-20 percet vesz igénybe. Nagy tőke szentes között a, a, vasútnak a, a érkezési ideje 14 perc. Tehát még még nagy tőkére meg se érkezik a vonat. Ha neki engedélyt kellene ahhoz kérni, hogy nálunk a vágányú beállítását elrendeljék, akkor az a vonat még nagy tőkére meg se érkezett. Mert ugye onnan 14 perc, Aha. 18 perc lenne megcsinálni a vágányútját szabályosan. Ha szabálytalanul csinál meg az ember, 4 perc is elég. És általában, hogy mivel mag volt az adott, Pontosan négy perc is kellett, mert annyi jutott. <laughs> mert azért az ember még lenyomta a blattot, mert ne, már más figyel a pénzt. Szóval ilyen nagyon sokszor volt. Aztán volt olyan, persze, amikor az ember beleálmodta a teljes vasúti életet, a, a, a szebb jövőt, meg mindent, azt nem ment el a vonat, például többek között, mert kellett volna hozzá a kész. De Hát, Mi kellett volna? A, a kéz, hát mert egy tárcsával indítja az ember a vonatot. Ja, és akkor mi? Akkor te hát éppen aludtál? Hát persze. És, S akkor azért ott, ott Hát addig nem megy el, amíg én nem intek. Hát ugye. És ilyenkor nem volt főnöki, Dádá? A ja, papíron ez a vonat pontosan indult. Ja, értem. Hát papíron 12 év alatt baleset se volt. <laughs> hát rafinált. Akkor ez ma is megy. Tehát akkor most hát, már vannak sejtéseim azért, hogy időnként... Tökélet, a statisztika Miért? tökéletesen működik, a vasút is tökéletesen megy. Nem Japán, azt tudni kell. Tehát Japánban nem késnek a vonatok, mert ha 26 másodpercet késik, akkor visszaadják a jegyárát. 26 hát más. Igen, ezt senki nem vállalja föl Japánba. Akkor a japán közlekedési miniszter fölmegy egy minimum 50. emeletre, az kiúrik. Tehát, e, e, mert azt a szégyent nem tudná elviselni, hogy késett egy vonat. Tehát e, ez nálunk elviselhetetlen lenne, mert minden nap új minisztert választani az nagyon nehéz. Lenne. Volt te itt 12 évig? Mert romantikus volt, és kedveltem. Romantikus? Nagyon. Mi volt benne a romantikus? Hát ez nagyon izgalmas. Egy, egy, egyrészt egyrészt ö, a, ezekért a ö, kis stílű szabálytalanságokért nem kaptunk megrovást. Mert ugye mindenki úgy nőtt föl, hogy váltókezelő volt, kisfőnök, közepes főnök közepes főnök, fölötti főnök, aztán egyszer csak egy nagy főnök. Hát mindegyik ugyanazt a létrát járta be, mindegyik ugyanabból a kisüstiből üstiből ivott, mindegyiknek ugyanazok a partnerei voltak, hiszen nem lehet mindenki főnök, ugye, aki kinőtt közülük, mert kicsit többet tanult, vagy többet tanult, vagy, vagy jobban bíztak benne, eh, akkor a, a, saját munkatársa, a saját barátjait hagyta ott gyakorlatilag, akikem utána uralkodott. Világos, tehát ugyanúgy egy brancs, mint mondjuk az orvosok. Brancs. Akik Így összezárnak, van. ha mondjuk igen, elkövetnek igen. egy És ugye A belvilágnak semmi köze nincs ahhoz, hogy a belvilág Ezt hogyan ezzel. működik, Aha. és működik, mert viszi az embereket a vonat. Sajnos az a baj, hogy nem viszi olyan mennyiségbe, meg olyan minőségbe mindig, Egyre jobban törekednek szerintem rá egyébként, tehát azért fejlődik a vasút. Hát jó, és de ő... egy, egy szólnak Budapest távolság még mindig 90 perc. Hát a közröhely. Ugyanazokat hát, a vágányokat. Hát meg. De gyerekkoromban is ennyi volt. Hát hát, közröheg, <laughs> hát és kimegyek nyugatra, hát már megy, megy 300-a, 350 nel Jó, hát ezt akár mondták egy... a japánok, hogy ne legyenek annyira büszkék a ők. franciák, mert a franciák írtak egy levelet a japánoknak. Hát hogy a franciák kérjük. TGV vonata. Hát ezt írták hát ők, is kérjük. azt írták, hogy kikérjék maguknak, hogy a japánok ilyen büszkék a Shinkansenre, hogy 343-50-nel megy, amikor náluk a TGV 450-nel megy sőt, egyszer 470-en is ment. Azt a japánok, hogy igen, de nem 1968 óta, és nem 5 percenként. <gül> <gül> és ennyi. Na jó, Én. de hát a cél az lenne, hogy jóval gyorsabban odajuss vonattal, mint autóval. Ezért lenne, ezért ezért mennek vonattal. De ennyibe mint is többen, kerülnek. Pedig jók az autóstrádák jók az autóik, nem? De ennyibe is kerülnek. Tehát azért azt eltartani is kell, van, 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 itt fejlődés azért, tehát van nekünk Magyarországon most már 160 kilométeres vonalunk is, hogy 160-nal tud menni a vonal. Az mely? A, a, az Áhony Budapesti vonal például a 160-as vonal. Na, sőt, már most kipróbálom sőt, megyek. Ma, sőt, szerintem a, az IC, ami megy Bécsbe, az is már 140 fölött lehet, hogy már 160-nal megy. Most nem akarom a mávot képviselni, de utána kérdezhetnék, mert van hozzá telefonom. A mai nap <laughs> De igen, <laughs> hát bármikor tudok az igazgatóságban betelefonálni, Ezt most kell igen, igen. Hát én, én szeretem a mávot, meg szeretem a vasutat. Tehát ez a pont, amit mondtam, hogy a romantikája nem halt ki ennek a dolognak, és én nagyon-nagyon szerettem vonaton utazni egész Európába. Még a különbségek ellenére is, mert aki azt gondolja, hogy nálunk lassúak a vonatok, annak azt ajánlom, hogy menjen el Szibériába. Ja, 60 jól. fölé nem megy. Menjen el Indiába, 35 a sebesség. De menjen el Perúba, az gőzös felhúzza 6000-re is a, vonat, a, a vagont, tehát a, a, a vonatot magát. ahol magasság. Igen. Ahova sehova nem megy föl. Tehát a nagy az vonat megy föl. Te rajta? Még nem, de most jövőre fogok. Igen? De ugyanúgy, ugyanúgy például Pekingből Lasszába a kínaiak megcsináltak egy vasútvonalat. Az minden hétvégén föl lehet menni Pekingből Lasszába vonattal. Ez honnan hát ez... jött ez az utazási mádat? Ugye a könyveid is... E, azért, erről azért, azért, pont azért talán. E, egyrészt a szentesi mi voltomból, azt szoktam mondani, hogy aki szentesen élt, annak van egy elvágyódása, mert nem történik semmi. Tehát ha valaki szeretné látni, vagy tudni, hogy mi van a világban, ki kell mozdulni, mert ott, ott nem, a levegő is lelassít egy kicsit, nehogy megzavarja az ottaniakat. Ja. És, 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 ettől függetlenül minden működik, csak, csak, nincs fölpörögve a város, mert fölösleges. De közben te meg szeretsz horányba élni, ahol pont a, a, az, az... is a nyugalom Na, az, egyébként. ha pont az vonz, nem? Hogy a levegő se zavar mert, be. Mert a mindennapokban éppen eleget pörg. Tehát kell egy, ugye, ahogy a kelet mondja, hogy van egy jég, meg egy jang, ugyanúgy mindannyiunknak szüksége van arra, hogy a pörgés vagy ellensúlyozzuk, amit egyébként szerintem Budapesten egyáltalán nem lehet megcsinálni, mert nem tud az ember úgy elvonulni, hogy ne kapjon a pörgésből valamit. Tehát a külvilág behatol a, a lakásainkba, minden módon, tehát nem csak úgy, hogy csörög a villamos, ez behallatszik, hanem, hanem teszem fel, akármelyik kerületben van az ember lent az utcán, van kicsi vagy nagyobb agresszió, ami felhatol, tehát nehéz ebből kiugrani. Egy, egy jóval nagyobb világba gondolok például, ha már keletet mondtam mondjuk egy Tokióba, ahol pont a műsoromban azt szoktam mondani, hogy az emberek nem tudják, hogy a méretek egy kicsit mások. Tehát, hogy van egy Pest terület, az 36 millió ember lakik benne, egy egyharmad Magyarország, vagy három, Háromszor, háromszoros három magyarország, három és félszeres magyarország, sem tudják képzelni, hogy milyen az. És mondja a barátom, hogy azért akar kimenni, hogy a tömeget érezze. Mondom, akkor mennyi São Paulo-ba, mert Tokióban nem érzed a tömeget. <laughs> nem, nem, De hát nem? lépnek rá. Hát annyira udvaréskos az emberek, meg annyira a közlekedésük, meg minden a morál olyan, hogy nem taszítják az embert, és nem tolják rá az agressziót. Itt Budapesten nem tudsz végig így menni úgy a körúton, hogy ne érezze egy lüktetés, meg egy agressziót, ami furcsa, mert békések állítólag az emberek, de mégis amikor frontos nap van, akkor el lehet érezni a lüktetést, amit ők nem tudnak maguknak sem megmagyarázni, de egy kívülálló, vagy egy olyan, aki sokkal érzékenyebb mondjuk a világra teszem föl, az érzi. Hát elég mm. csúszforgámban föszteni a hatos villamosra. Hát ne tudd meg, hogy milyen kiabálás. Akár csak abból, hogy véletlenül valaki megáll az ajtó előtt, annyit kéne neki mondani, hogy bocsánat Igen. vagy valami, és, erről... és már megy az üvöltés, hogy Így hogy van. képzeli, meg beáll az ajtóba. meg. És ez, ez, ez igazából véve semmi mástól nem függ, mint tőlünk. Tehát ez az embereknek a belsőjébe van, ami egy... Ami egy egy világba, mondjuk teszem fel, egy olyan világba, ahol az emberek figyelik saját magukat, egy olyan világba, ami esetleg befelefordul, például kelet, ahol az emberek ö, másképpen hisznek, ott ez másképpen van, mert nagyon-nagyon alkalmazkodnak egymáshoz, mert megtanultak alkalmazkodni egymáshoz. Ahol rizspapír falakból volt a ház, ott a, egy faluba. A, a szeretkezést, azt hallották hat arrébb is. Tehát egészen másfélképpen kellett megoldani, de a, de a veszekedést is. Tehát, de mi megtanultak kusba szeretkezni? totálcsen? Ezt szenszor... azt nem mondom. De hát ez, ez, hozzátartozik a kultúrához. De megtanulták azt is, hogy milyen finomságokat lehet elkövetni, hogy az izgalmossá tegye a dolgot. Hát van egy anangaranga, van egy K kámaszutra, az nem csak a technikáról szól, hanem pontosan az ilyen dolgokról is. De hát ezt itt ugye ott effektíve tanítják is, vele él az Iskolában? emberekkel. Hát ezt, úgy, ezt, hát ezt ez, te... ez, ez az a társadalomnak egy nagyon komoly része, amivel, amivel, de hát hozzáteszem azt, hogy a legnagyobb ellentétet azt 87-ben akkor láttam, amikor ugye innen elindultunk úgy, hogy a TS udvarban egy fekete mésze volt fölfesve a budi, hogy meddig lehet még felpisilni, és a, Várjál, most ezt nem értem, hogy, <laughs> hogy, hogy, Hát ugye a, neke, én még olyan általános iskolába jártam, ahol nem volt bent az iskolában a védszer, hanem ki kellett menni a, 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 egy, 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 házikóba, ami, ami feketével fel volt festve, hogy meddig lehet felpisélni. Hogy, 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 utána már messzelve volt. Ugye, és, <laughs> ja, a, értem, és, jó? Akkor, és, akkor, a, és akkor, hát, hogy senki nem a vájúba pisít, hanem felfele pisítünk, mert az izgalmas, csak ugye tudták, hogy úgyis ez lesz, és akkor, <laughs> és akkor odáig húzták fel. Ezzel szemben Japánban, amikor kimentünk, akkor olyan illatosítók voltak a WC-ben, hogy az hihetetlen, és nem volt ajtó. Most, hogyha becsücsül valaki a WC-be úgy, hogy nem tudom, jártál -e Japánba, hát ne, euh, na, hát, képzeld el, hogy nem angol WC van, mert ugye a meleg, meg a pára felcsapná az embernek a, a gőzt, ezt kapná egy jó kis fertőzést, mert sosem lehet tudni. Éppen ezért az összes cuccodat, ami rajtad van, fogod a kezedbe, és gugolsz, egy porcelán fajans fölött, ami a, a, be van ágyazva a padlóba. Tehát ugyanúgy angol WC, mert belemegy a cucc, ugyanúgy víz viszi le, csak nem ülsz rá, mert nem tudsz ráülni, mert nincsen csészese. Érted? De fogod az összes ruhádat, miközben nincs ajtó. Az nem bámul senki. Érted? Hanem mennek az emberek kívül, jobbra, balra, tudják, az ott egy WC. És miért nincs ajtó És egyébként? Mert minek? <laughs> ja, hogy mire? Hát Mi <laughs> ugyan, Ugyanakkor, ugyanaz a társadalom úgy mos el a sörös dobozt, vagy a kólás dobozt, hogy elmosogatja, és utána dobja ki a szemétbe. Punka. Azért... Hát igen, ja, hogy, hogy újra hasznosítható nem, legyen. Köszön. Ne fertőzze a környezetét. Ja. Mert ugye el, eldobja a szervest, ami elkezd ruhadni, kettő perc múlva minden szerves büdös lesz. Tehát ők, és ez 87-ben tanítanak így egy társadalmat, mert a gyerek, ami, aki kettő éves, az nem elébe van téve egy televíziónak, hogy ne szasz nézett, hanem be van vonva a társadalomba és látja, hogy így csinálják az emberek, tehát ez neki a természetes. Ő így fejlődik föl. Három éves korába eldöntik, hogy mi lesz. Bekerül Annyi egy. Mint a Falansterbe, Bekerül gyárba. Ő a gyárba, ő a gyárba onnantól kezdve a gyár alkalmazatja, de a gyár tanítja. A gyár három oldal, évesen? Három évesen, igen. De most ezért ezt nem mondott. Kóban. De. És ha utána rájön, hogy ő nem is ezt akarja. Nem jön rá. Az apja is és a nagyapja is ugyanabban a gyárba dolgozott. Ha nekik jó volt, miért kéne máshol menni? Jó, van nagyon sok, valószínűleg most már hát sok szerintem konfliktus, most ez már nyilván de igen, de ez egyébként ma is általános. Ugyanis miért kéne neki elmenni, mikor nagyon jól keres, mindenről gondoskodik a gyár, 87-ben be volt építve a fizetésbe, hogy három évente új autót kap. Nem veszi, kapja. Mint nálunk a bicikli három éves korába kap egy új autót, a régit el kell dobni, mert hat éves korában az autó már nem is megy át a műszaki vizsgán. Tehát így épül fel a társadalom. Tehát hat évesen minden kocsi ki van cserélve Japánban úgy, hogy ő neki ez a fizetésébe be van építve, és ő három évente kap új autót. Egy babysitter 87-be keresett 360 ezer forintot. Hát úgy emlékszem, hogy 87-ben 7400 volt az alapfizetésem. Brutto <laughs> hát, vagy nettó. Teljesen mindegy. A, különbség, mindegy. a különbséghez képest. Ja, külön, e -e -e egy babysitter keresett annyit, nem egy munkás. Tehát az a durva, hogy, hogy olyan ellentétekkel találkoztunk 87-ben, ami ma se változott szerintem meg, mert, mert ma se változik, hogy volt olyan cipő, amelyik 500 forintba került, és volt, ami 1 millió forintba került. Nálunk konfekció volt. Ott választási lehetőség volt, de bementünk a Szejbú-ba, a Szejbó áruházba, amin 5 sugárút megy keresztül, és 12 szektora van neki, különböző színűre festve. És volt olyan uh, lemezbolt, ami akkora volt, mint a Westend és nem értettük. És kiderült, hogy nem lemezek vannak benne, hanem képlemezek, tehát filmek. Uh, semmi köze nem volt a zenéhez. De ugyanis ugyanekkor a szektorba, ugyanekkor a bolt volt, uh, az úgy kell elképzelni, hogy ez az Áruház, az körülbelül akkora, mint nálunk négy kerület. És négy uh, kerület. Igen, igen. És, és ez a világ legnagyobb áruháza Te volt. Akkor nyolc... semmit nem lehet benne megtálni. Azért van különböző színűre festve, hogy ne tévedj el. És akkor, és akkor ez 87-ben is a világ legnagyobb áruháza volt, és ma is. Nem változik semmi. S van benne ilyen kis járgány, amivel közlekedni a lehet? Kis villamos, és ez nem ez is nagyon tévedtünk De zseniálisan van felosztva, minden van, minden. És, a, és akkor még nem beszéltem az akihabaráról, Tokiónak a műszaki negyedéről, amelyik körülbelül akkor, mint Budapest elővárosokkal együtt. Ott te kenyeret nem kapsz, csak műszaki cikket. A mínusz a, 54-től a plusz 54-ig. Figyelj, de hogy láttad az ekkora ellentéteket, ebből nyilván sok minden született a színpadon is, nem? Tehát hogy, ugye? Később, Tehát, hogy, mert eznek rekel, rekel ja, hogy le kell, le Hát ez olyan szerényen jöttem haza. <laughs> mert egyébként volt nagy képű korszakod? Nem, 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 hanem, hanem hogy ráismer az ember ilyen ellentétekre, vagy ilyen különbségekre a, egy, egy másik világba, amikor, főleg akkor, amikor még nem nagyon tudtunk körülnézni. Tehát aki abban az időszakban eljutott Bécsig, az már, az már, úgy jött haza, mint egy király. E, akinek sikerült ezt elmenni, az már nem jött haza, és, <gül> <gül> és, hogyha hozzájött, akkor már osztott. Hogy Neked egyébként hogy sikerült oda eljutni? Én felültem a vonatra, mert ingyen jegyen volt. <laughs> ja, mert hogy már, hoppá! körbe mentél, egész. Vagy, úgy, úgy indultam el, hogy volt mindig egy olyan, hogy hosszú hétvége, Pénteken reggel végeztünk a melóval, és legközelebb szerdán éjszakára kellett menni. Négyes fordulóba jártunk, az azt jelenti, hogy egyik nap nappal, másik nap éjszak, utána kettő nap pihenő. De hogy legyen a vasutas társadalomnak is egy szabad hétvégéje a családjával, egy, egy, ilyen fordulót kihagytak, hogy jó legyen, azt ő ledolgozta a következő hétvégén. És amikor nekem jutott egy ilyen péntek-szerda közötti távolság, akkor én úgy indítottam el a vonatot, hogy már a vonaton ültem, és a tárcsát visszahajtottam a munkatársamnak. És, és, Na és úgy érkeztem meg Dortmundból, hogy én magam mondtam a vonatnak, hogy jöhet. De csak, de csak később szálltam le. Hát ott Na most még a korszakod nagyon, nagyon izgalmas. Látom, ez nagyon izgalmas. Hát az, hogy hála Istennek szemetes Budapest, és azért van szükség rá. Na jó, de te hogy, hogy adtad erre hát a Hát az élet hozta, mert kellett a pénz. Mert volt könyvkereskedés is, volt minden? Az is volt, igen, igen, igen. De azt még értem jobban, a rovarírtás az hogy? Ez a kosszak előtt utána, vagy ut utána? Utána, bőven utána. Egy felköltöztem Budapestre, megszületett a fiam, éppen úgy alakult ki, hogy... Sem... Aki bűvész. Igen. Igen, és hát akkor még ugye nem tudtuk, hogy bűvész lesz, de már, de már... Ö... Nagyon jó mutatói voltak, tehát így méretre is és külalakra is látszott, hogy egy fain, fain gyerek lesz. Csak no, fel. De milyen a bűvész külalak, azt nem tudom. Azt, az, az később, ha, hogy van a ez úgy, később. Ki, de ez még akkor, amikor megszületett, ja, akkor, akkor csak már én, látszott. Én, hogy... Hát én, én ugye szoktam mesélni a barátaimnak, hogy babérkoszorús mestertenyésztő vagyok, ugye vagy a kutyába, és ugye amikor megszületett a fiam, körbe a szinten és megnéztem a többi gyereket is, a családnak már úgy jeleztem, amikor megérkeztek látogatóból, hogy a legszebb gyerek a szinten. Aha. Azt utána három éve később azt mondta az apósom, hogy hát ő azt hitte, hogy megbolondultam, azt mondja, hogy hát ő ránézett erre a gyerekre, és ki nem nézte volna belőle, hogy honnan tudtam. Hát mondom, hogy a vérkoszorús mestertenyésztő vagyok. Hát így megmondom az alomból, hogy ez lesz a legfrankó kiskutya. És, és ugye... De ezt még űzöd? Ezt a, nem, e sajnos. A mert... lovakkal? Azt lo, lo, Hát én elkezdtem kutyákkal, utána volt ö, vadállatok, voltak. Vadállatok? Hát, volt, volt, farkas, volt tigris. De, de azt is tenyésztett. Hát az, a, tenyésztés, azt nevelt, vagy felneveltük ja. őket, meg Hát ö, van egy, vagy volt egy barátom, nagyon-nagyon jó barátságba keveredtem Fischl Frigyessel, ő egy, egy furcsa figurája az én életemnek, de szerintem nagyon sok embernek. Nagyon szerettem őt, egy ilyen pótapám volt, volt közöttünk némi korkülönbség, de a szellemiségben nem. És, és ő állatgondozó volt a Veszprémi állatkertben, aztán utána valahogy úgy hozta az élet, hogy valahogy nála maradt egy pár farkas, és, és akkor ezeket a farkasokat mi elkezdtük nevelgetni, ugye a vadállatnak még nehezebb elmagyarázni, hogy jön, jön még holna, de nem biztos, hogy lesz majkaja, úgyhogy meg kellett teremteni a mindennapi betevőt, azt egy könyvembe leírtam, hogy hogy lehet, most nem kezdem el taglalni, hogy az nem könnyű. És aztán véletlen úgy hozta az élet, hogy pont egy Tigris is belakadt a kezünkbe, azt is föl kellett nevezni. Az, hogy hogy akad be az ember? Nekem még valahogy soha nem volt. Ezt nevel. majd egy kamerán kívül elmesélem. Ja, jó, 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 szóval ez umburda volt. Igen, mert egészen a farkasra értem, hogy hogy marad rajta egy ápolón, de jó, ne fértessük. Van az úgy. És <coughs> sí, jó, oké, <Okay>, maradjunk <coughs> ennyiben. És, és viszont, viszont nagyon érdekes dolgokat euh, tapasztaltunk meg, mert ugye ez egy etológiai megfigyelés volt a részünkről, meg egy, meg egy használat is ugyanis a fricivel képeztünk ki a BM részére kutyákat. Aha. És ugye egy nyomozó kutyának nagyon fontos dolog, hogy nagyon jó szimata legyen, és hogy végig tudjon menni a nyomon, hogyha, hogyha egy kerül sor. Na most rájöttünk, hogy a farkas, aminek körülbelül majdnem 8 centivel vagy 10 centivel is hosszabb az orra, ebben ezeken a szaglóhámokon úgy megy végig a szak, hogy a kettő napos eső után is végig megy a nyomon. Tényleg? Csak ugye rá kell venni valahogy, mert ugye egy nyomazó kutyával ösztönben genetikailag benne van az, hogy ő neki végig kell menni, hogy elkapja a rablót, a, a farkasnak nem az a lényeg, hogy elkapja a rablót, hanem hogy meg is egye. És ugye, és ugye ezt az ösztönét kellett kihasználni, meg az érdeklődését arra, hogy ő akarja ezt csinálni. És ezen, ezen ügyködtünk, meg ezen dolgoztunk, hogy hogyan megy végig egy forkas egy nyomón. Ez, ha ül, de ez nagyon érdekes, mert szagmintát vesz az is. Csak és közben a számára idegen rendőt, nem akarja megkajálni? Érdekes módon nem. Tehát őt érdekli az a szag, amit fölvesz, és utána már csak azon a nyomon megy végig. Tehát hogy ez ugyanúgy lehet képezni, mint egy forkas, csak sokkal Majd kevesebb. Egy kutyát? Vagy mint egy kutyát, csak sokkal rövidebb az érdeklődési időszaka, mert egy vadállattal csak addig tudsz ilyennel foglalkozni, amíg ezt ő kev kev jó csinálja. És akkor még nem voltak ilyen agilitik. Ugye a kutyánál van egy ilyen sport, hogy agiliti sport, ahol a kutyának a szórakozását használják ki, vagy a lovasportban van egy olyan, amit szabadidomításnak neveznek, ahol szintén az van, hogy a lónak azt a, a tulajdonságát, meg érzékenységét használják fel, hogy ő, őt érdekli ez a dolog. Addig tudja képezni az ember, amíg érdekli. De egy szabadidomításnál nincsen semmilyen eszköz. Tehát nem ráveszik a lovat, hogy addig ütik, amíg meg nem csinálja a munkáját, mert nem fogja megcsinálni soha. Egy vadállatot nem tudsz semmilyen módon rákényszeríteni arra, hogy megcsináljon valamilyen dolgot, mert ha bekényszeríted, azonnal megkaják. Mert te vagy a leggyengébb é. láncem, és most egy tigrésnél például meg egyáltalán nem tudod rávenni, mert a gondolkodását egy macska félének nem tudod követni, fogalma sincs, hogy mire gondol. Egy biztos, hogy támadás előtt 5 másodpercen megfeszül a bőre. Tehát, <gül> 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 akkor már jó Akkor azonnal lenni. el semleges sarokba, mert, mert akkor te is rámehetsz rá erre a kapcsolatra. De egyébként Amúgy, meg minden cica. Igen. Csak, csak tudni kell ezeket a tulajdonságokat, meg ezeket a, hogy úgy mondjam, metológiai megfigyeléseket, amiket aztán ebbe a műfajba, a főci barátomat nagyon-nagyon jól elismerték a többiek. Kevesen vannak egyébként, hozzáteszem, meg egyre kevesebben, mert hát kit érdekelnek az állatok. Uh -huh. Izgalmasabb az ember. Na akkor rovarírtás. És ebbe. Ebbe jött bele így az életembe. Ebbe? Hát ebben ebb, közvetlenül az, hogy ugye megszületett Ha már a... nevelgetsz egy tigrist, akkor írtsák ki pár romhat, vagy <laughs> hogy. Nem, hanem megszületett a film, és nem volt munkám. Tehát ja. kellett a pénz. Mert a filmgyárban éppen nem volt. Leállás volt valamilyen úton-módon, nem hívtak éppen munkába, nem volt megfelelő mennyiségű film, és nem volt... De stand-up se volt, vagy? Hát akkor még nem is volt Ja, akkor mi az nem, még az még annyira? Bőven, bőven előtte vagyunk, és akkor volt, volt egy ilyen indítatásom hogy valamilyen melót csak kéne csinálni, és az élet pont úgy hozta, hogy egy, egy furcsa újság hirdetése jelentkezett, ami csak ennyi volt, üzletkötőt keresek. <laughs> és akkor semmi más nem volt beleírva. Ez engem vonzott. És elmentem, és, és egy nagyon érdekes kapcsolatba kerültem bele, ugyanis egy olyan Illetővel kerültem kapcsolatba, ma úgy, ne, hogy mondjam, hogy finom legyek, egy színes egyéniség. Tehát oh, <laughs> a... egy. Tényleg nagyon finom, ám de sokat sejtettünk. Igen. És, 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 és a Géza egy nagyon-nagyon jó ember, és én úgy kerültem vele kapcsolatba, hogy érdekelt az, hogy üzletkötő és mennyit fizet. És akkor, amikor, amikor megtudtam, hogy hol vagyok, hogy akkor voltak bennem kétségek, azt mondta, hogy csak üljek fel nyugodtan, nem kell izgulni, és az első beszélgetés arról szólt, hogy így ültünk a kis csoport, meg én, és akkor elmondta, hogy pont emiatt diszkriminálják ebből a munkából, pedig neki minden vizsgálja meg, van, gázmesteri vizsgálja van, amiben Magyarországnak kevés van, minden tud, de egyébként effektíve, ahol ránézett így egy mozgó állatra, mondta azt, hogy ki az apja. És, és és mondta, hogy csak, csak ezért nem tud igazán kell. Na, miért mondani? konkrétan? Ő egy roma, roma uh -huh. ember. És emiatt, emiatt neki hátránya van, és neki kell egy olyan figura, aki úgy csinál, mintha ő lenne a főnök. Aha. És akkor utána már mindent meg, mindenben nyugodt lehetek, és a legprecizebb munkát csinálták, a legjobb. Ö, ja, a, hogy te voltál a, a jóképű üzletkötő, a bizalomkert. A... Igen, és mivel és pontosan tudtam, hogy nyugodtan lehet bizalom, mert korrekt munkát végeztek is jól, Semmilyen hátrány nem is származott soha, mert soha semmi nem tűnt el, minden munka el volt végezve, sőt évekkel később, amikor már nem dolgoztunk együtt, mert ugye onnantól kezdve mi társba dolgoztunk, Aha. és teljesen jól, amikor már nem dolgoztunk együtt, még akkor is küldte utánam az engem megillető pénzt. Hát, ügyes, ügyes. Azt mondom, hogy az, az, egy, az életemnek az egyik legkorrektabb kapcsolata volt, és máig nagyon büszke vagyok rá, és nagyon-nagyon euh, kedvelem azt az időszakot. Meg sokat tanultam hozzáteszem, tehát effektíve engem is érdekelt az a szakma persze, kíváncsi is voltam, mert másképp nem lehet eladni. Tehát most oda megy az ember, egy, egy üzletbe még rendben van, hogy azt mondom, hogy ez kell, mert el kell végezni, mert a kölyára ellenőrzés, végezni mi érdekelt mindenet. rajta, mert látszólag, szóval azért szép munkának nem nevezném, akárhogy. Ez is. egy nagyon fontos dolog. Budapest valamikor Európa a legtisztább városa volt. Büszke is volt rá. Mármint úgy, hogy rovarmentes vagy, úgy általában Rákcsáló is tiszta és volt. rovarmentes. és rovarmentes. Tehát az, az, azt jelentette, hogy nálunk a, a közmű az teljesen jó működött. Ne felejtsük el, hogy Párizsban a kakalevet kiöntötték az utcára és igen sokáig. Tehát nem volt csatornázás Párizsban, tehát az, amire olyan büszkék a franciák, az egy koszfészek. De Európa többi nagyvárosában is, az más kérdés, hogy sokkal többen is laknak benne, tehát többe kerül az egész sztori, de attól függetlenül Budapestet még a 1800-1900-as években is úgy, úgy, tartották nyilván, hogy Európa a legtisztább városa. És, és működött mindenfajta olyan dolog, ami, amitől büszke lehetett erre nyugodtan, és ebben a rovarírtás is beletartozott, ugyanis, hogy a rákcsálóírtás meg a rovarírtás összefügg különböző típusú betegségekkel. És és ez, ezt nyugodtan azt mondhatom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, mert ezt el kell végezni. Tehát ez független attól, hogy most kinek mi az ízlése, meg hogy a, eltelik majd most 50 év, azt majd fogunk uh, uh, páncélosokat enni, meg, uh, meg a sáska lesz a legfrankóbb kajánk, aztán lesztek olyan... Uh, Hamburgeresek. Uh, igen, ahol, ahol, majd, ahol, majd, a, a, a rovarok beletartoznak, bele mint ahogy keleten beletartozik. Tehát azért, aki nem, nem kaját még tücsköt, az nem is tudja, hogy milyen finom, tele van fehérjével. A jövő, a jövő kajája, ez is valószínűleg tartom, hogy Afrika előre fog ugrani ebbe, mert, mert akkor sáskák vannak, mint nálunk egy kolyóstól. És S akkor van mondjuk sáska, comb. Hát akár, akár. De egyébként pirított tücsök, pirított sáska, ezek, ezek a keleti ételekben frankon benne vannak. Enyhén joghurt íze van neki, teljesen jó. Egyébként is. Te... <tíze> joghurt íze. Igen. és, 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 és komoly fehérje tartalma van neki. Tehát majd amikor, majd amikor eljutunk odáig, hogy majd a szarvasmarhát nem fogjuk tenyészteni azért, mert olyan mennyiségű metán termel, ami meg fogja gyilkolni az ózonréteget, és pont emiatt majd azt fogja mondani, mondjuk teszem föl egy brüsszeli bizottság, hogy nem fogunk tehenet tartani innentől kezdve, azt nem, nem érdekel senki a tej Kácium tartalma, meg az se, hogy milyen húsok vannak benne, mikor és trucc, sokkal értékesebb húsa van neki, sokkal több a vörös hús tartalma neki, meg kiadós, mert egy van egy, egy kiló elpazarolni való cucc, és minden részét föl tudják használni, míg egy szarvasmarha, amire lead 20 liter tejet, többe kerül a táplálása. Mit kettő húsa isten ilyen kiszállítható, <coughs> mármint, hogy szörnyű. Tehát a marhaust is olyan Emlékszem még a menzás marhausokra, rémisztő volt, de strucból is ettem, az, az, is nagyon hamar kiszárad, és akkor de mindkettő nagyon jó is bír lenni. És akkor majd, akkor majd divatba fognak jönni a rovarok, amik tömegesen tudnak szaporodni, nem túl nagy helyet foglal, kell hozzá némi növény, amit az ember felnevel, azt ezek meg megkajálják. És utána egy körforgás van, de nem termel metánt, nincsen neki olyan mennyiségű fekáljája, amit nem tud az ember hova tenni, stb. Mert nem gondoltam, hogy ilyen magasságokba jutunk, de így a végére azért visszatérve a stand upra Szóval, hogy annak jövőjét hogy látod? Ugye mi többen dősek voltunk rá, mert azt láttuk, hogy a kabarét valahogy kiüti, sokkal népszerű, és hát ú, hát a kabaré az, az ugye ugye csak jelmezek vannak, diszletek vannak, előre megírt jelenet van. Itt meg kiáll egy pasas, rögtönöz valamit, akár beszél a nagymama bundabugyjáról, azt tessék, már is megvan a Sike. Szóval, hogy erről mit gondolsz? A, a stand-upot, az igény hozta ö, ki Magyarországon. Tehát azt az termelte ki. Nem, nem úgy lett stand-up, hogy eldöntötték, hogy majd innentől kezdve a stand-up lesz, és véget ért a, a múlt. Mert ez, ez nem igaz. Sőt, ma is, hogyha a rádiokabarit valaki hallgat, akkor vannak nagyon jó jelenetek egyébként. Meg vannak írva. Ö, színészek játsszák el tök jók, nem Agárdi Gáborok és nem, és nem Kern Andrások adják elő, de néha Kern András is még, hála jó Istennek, viszont, viszont lehet, hogy volt egy olyan pillanat, amikor már volt igény arra, hogy egy kezdődő műfajam egyébként, egy nagyon régi és magyar találmány hozzáteszem. Tehát, hogy, hát képzeld el, hát a stand-upot még annak idején, amikor nem stand-upnak hívták, hanem kabarénak, azt, azt a múlt század 20-as pont a világháború űzte el a budapesti éjszakából. Mert itt a budapesti éjszaka tele volt előadókkal, olyan előadókkal, akik ezt a műfajt művelték, úgyhogy kávéházok, kávéházra szaladtak át, és mindőt elnyomtak egy negyed óra húsz percet. Vannak nagyon komoly követők, és ne tőlem neveket, Jó. akkor bajba kerülnék. Hát de, mi, hogy körülbelül de... Sándor Györgyék, Hoffit is mondják Ó, de hát az, ennek, az, az meg, már az összetűnőzés. Már Ugyanis el, eljutott, elkelgette a háború innen nyugatra, pá, megragadt Párizsba, Londonba, utána a második világháború előzte Amerikába mert azok az előadók, azok uh, itt nem kívánatos egyéneknek számítottak, és akkor finoman fogalmaztam. Mert hogy politizáltak, és, ők aztán politizáltak. És, aztán akkor, és, akkor, nekik menniük kellett, és elment, elgyűrűzött az Amerikába. Amerikába jött egy figura, aki először elnevezte ezt az egészet Van Mensónak, utána jött egy másik figura, aki elnevezte stand-up és ott nagyon sok stand-up comedy kávéház van, ma is, ahol egy asztalnál maximum három ember ülhet, mert ha már négyen vannak klikkeskednek és egy, egyforma az arány, és akkor még vitatkozni, vitatkozni is fognak a műsoron. Ez a stand up kávéházakban minden asztalnál három ember ül, és ki van téve egy mikrofon a színpadra és bárki fölmehet és kap egy 5-10 percet és amit, a mai filmekben szoktunk látni, hogy emberek, idefigyeltek emberek, és elmondja magáit, és 5 perc múlva érzi, hogy nem vevő a közönség, vagy vevő. Ez egy kettő variáció van, de nagyon, nagyon stílusosan küldik le a színpadról, mert ott nem azt mondják, hogy megdobálják paradicsommal, meg tojással, hanem kikopogják. Tehát egy, mikor kicsit unatkozik a közönség, akkor ugye elkezd kopogni, és akkor érzi, hogy itt most kikopogták, még van neki körülbelül egy perc, hogy lezárja valahogy a szar sztoriát, és utána nem megy föl többet abból a városba. És, és nekünk és... már, bocsánat, egy percünk sincs. No, egy csöppet se, de csöppet se unatkoztam. Szóval és, és utána ezekből az emberekből lettek az Eddie murphy a Richard pryor ezek mind stand voltak, a, a, Jim Carrey, és sorolhatnám tovább, Adam Sandler, majd visszagyűrűzött Európába, és visszagyűrűzött Magyarországra a 80-as és 90-es évek közepén, és lett belőle itthon is stand-up komédien, mert divat divattá vált. És hogyha a divatot nézzük, vagy veszik alapul, akkor ennek bele kellett kerülni ebbe a magyar humorba. Most az, hogy a, a, az egyik divat legyőzte a másik divatot, ez csak időkérdése, hogy, hogy áll a, a, az egyensúly föl. Szerintem mind a kettő működik. Addig, amíg van vevő rá, meg addig, amíg van olyan, akinek a, a mondókája izgalmas, meg érdekes, addig az a műfaj áll. Ha majd nem lesz érdekes, akkor jön egy másik műfaj, aztán lezúzza a régit. Köszönöm, hogy jöttél. Köszönöm szépen is. És önöknek is köszönöm, ha néztek minket. Badár Sándor volt a Bóta Café vendége. Viszontlátásra!